Figyelj már, hogyha most már ezt így felhoztad, ezt a zöld meg lila kérdést, akkor... Akkor mi amúgy jóban vagyunk? Amúgy ez, de a másik persze, persze jóban vagyunk, de hogy, hogy azt akartam kérdezni, hogy... hogy gyorsan azért... felhúztam, rájöttem, hogy ezt gyorsan felhúzom. Gyorsan eltereltem a rossz a témát. Rossz az irány. De hogy azért te sokszor megkapod, hogy a Kabát Peti a férjed? Még nem a férjem. Mikor kaptál tőle gyűrűt? Jártak már 10 éve. 10 éve. Peti, mire vársz? Biztos, hogy kell. 8 éve kapott gyűrűt. Haverkodnak 10 éve. Bandáznak. De hogy, hogy ezt mindenki tudja, meg a Kabát Peti ugye a másik csapatban egy emblematikus figura volt, nem mindig a játéka miatt. Viccelek. De hogy ez van ilyen, hogy nem tudom, beszólnak neked, vagy fölismernek? És... Persze, nagyon-nagyon sokszor. Igazából elég nehezen, elég nehéz így kezelni néha. Mert, mert ugye Peti már nem játszik. Hát oké, persze nem játszik, de azért mondjuk egy ilyen meccs alkalmával, vagy ha kimennék egy meccsre, amit a Peti annyira nem szokott megengedni, de egyszer-egyszer azért csak is írom. Mert... Már hogy hazai meccsen nem mehetsz ki? Nem. Elzavarja. Bet neked nagy tévét, minek megy ellen? Nem, mert szétszed meg. Értem, én nem jött. Nem, tényleg, szétszed meg. Tényleg, nagyon. És ő ezt nyilván nem akarja. De pozitív értem, vagy negatív? Nem, negatív. Tényleg? Persze. Ez tök para. Hát de ezzel nem tudsz mit csinálni. Picit tartottam tőle, hogy egy ilyen nagy fradistával kell majd együtt leülnöm, egy asztalhoz leülnöm, mert nem szerettem volna, hogy esetleg így piszkálódjon emiatt, de ilyen negatívan, és pozitív csalódás volt, mert Begi abszolút ilyen tök poénosan fogta föl, hogy ő azon az oldalon áll, én ezen az oldalon állok.